Olyan jelek egyébként, amikre érdemes odafigyelni egy nőnek, hogy hogy esetleg gyanús a férj, vagy gyanús az a férfi. Nyilván nem úgy, hogy üldözési mániánk van, de hogy vannak-e olyan tipikus jelek esetleg, amikor, amikor a másik azért félrejárkál, meg azért nem annyira őszinte és mondjuk ö, esetleg rajta kaphatnánk őt, vagy akár ö, ott lehetne az, hogy na akkor változtatok, kicsit jobban oda teszem magam. Mert én azt látom nekem az a tapasztalatom, hogy amíg nem történik meg valamilyen jellegű tragédia, most ezt idézi mondom, uh -huh. addig nagyon sokszor ö, azért annyira nem igyekszünk. Mert ahogy te is mondod, elszoktunk tőle, ettől is el lehet ugyanúgy szokni, mint bármi mástól. Minél ritkábban csinálom, annál kevésbé akarom csinálni, annál kevésbé kívánom. És ugye néha nehéz az embernek úgymond erőt venni magán, hogy hogyan is Igen. tér vissza, és ez egy, nő, egy nőnél szerintem még nehezebb, mert azért mi másképp vagyunk bekötve, mint egy férfi. Azért ez nem olyan egyszerű, mint egy férfinek, hogy ránézek egy csinos nőre, hú, már meg is jött a kedvem. Egy nőnek azért azért nagyon sok esetben több kell. És vannak olyan jelek, amik, amikre azért érdemes odafigyelni feleségként, nőként, hogy hoppá, itt most lehet, hogy valami van a képben. Na most először is hadd kezdjem azzal, hogy hát a legriasztóbb az, vagy legfigyelmeztetőbb, hogyha a férfi már ugye bár egy ideje már reklamál, hogy nincs szex. Tehát ez uh -huh. mindenképpen egy intőjel. És én erre szoktam azt mondani, hogy ilyen tipikus példa, hogy mikor jön hozzám a rendelésre a férfi, és mikor jön a nő. A férfi akkor jön, amikor tényleg szerelmes. Tehát akkor fontos a számára az, hogy, hogy tényleg adni tudjon a másiknak. Minden más esetben lehet. Hogy elkocog inkább a szexsobba, inkább betesz egy pornófilmet, tehát hogy, hogy akkor igazából lényeges, hogy úgy tudjon tényleg adni a másiknak. És a másik része pedig az, hogy mikor jön a nő, hát jellemzően akkor, amikor már szakítottak vele. Mm -hmm. Tehát, hogy, és nyilván, tehát nőknél nagyon sokszor az, hogy, hogy ő nem kívánja a szexet, nem érzi a problémát. Ő meg mindig nem igaz, hogy mindig azon jár az eszed, ugye? És igazából, tehát ennek az, az egyik aspektusa az az, hogy, hogy azt szoktam mondani, hogy nem a csokinak hiányzik, hogy megegyék, hanem, hanem annak, akinek ott van az orra előtt mindig, és pont ahogy mondtad, hogy a férfi az vizuális, folyamatosan látja, és mindig vissza van utat. És valahol a visszautasítás az ugye sokkal több annál, mint az egyszerű nem kívánomnál, Igen. hanem ebben az is benne van, hogy nem vagy jó szerető, nem tudsz nekem adni, nem tartalak annyira jó férfinek, nem jó veled, tehát sokkal több ennek ez a fajta ilyen tovább gyűrűző hatása. Igen. És akkor itt rögtön már el tud kezdődni egy negatív spirál, mert akkor a férfi akar-akar egy darabig, na most ebből két tud lenni. Az egyik az, hogy mivel a nő azt érzi, hogy a férfi mindig akar, és ilyenkor ugye bekapcsol ez a szabadságvágyunk és ez az ellenállás, és ezért a nő egyre kevésbé akarja. A B-verzió pedig az, hogy már a férfi se akarja. És már a férfi se tudja, és aztán van, hogy úgy jönnek el hozzám, hogy már egyik se tudja, hogy, hogy kezdeményezzenek, mert a férfi már annyiszor megkapta ezt a fajta visszautasítást, hogy már, már nincs is igazából kedve, nincs bátorsága, mert azért az, hogyha valakinek mindig az orrára koppintanak, az azért nem annyira jó dolog. A nő esetében pedig tényleg az, hogy hogy mivel ő nem, de a férfi akarja, és egyre inkább, hogy hagyja már a hátam közepére. Tehát nyilván a férfi erőltetése, a nőben pedig pont az ellentétét Igen. váltja ki. Tehát ez a két negatív kimenetel tud lenni. Azt, hogy hogyan ugye erre is volt egyébként, nagyon érdekes, hogy, hogy most ilyenkor erőltetni kell. Ugye? Vagy nem. És van két, két egymásnak teljesen tökéletesen ellentmondó kísérlet. Az egyik az azt mutatja, hogy a párok ugye mondjuk, mit tudom én, olyanok kerültek oda, akik szinte teljesen megszűnt a szex, és akkor kötelezővé tették nekik, hogy... Igen, hogy, hogy, hogy igen is, igen. akkor megvan csütörtök hétkor szex. Hát, ha visszatalálnak És lényeg az, köz... az, pontosan, tehát, hogy ezeknél a pároknál evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy lényeg az, hogy végül, tehát ez a saját jogán is megszerették uh -huh. azt, hogy milyen jó is, és, és visszatértek. És akkor jött egy másik kísérlet, ahol pedig, tehát a pároknak, akik mondjuk előtte hetente... Háromszor szexeltek, és kötelezővé tették, vagy kétszer-háromszor, hogy heti négy-öt szex kell. És nekik pedig annyira leromlott, tehát kimondottan, még csökkent is, és olyan immelámmal csinálták. És hogy most melyik vajon az igaz? És ugye nyilván ilyenkor kell megtalálnunk azt a különbséget a két helyzetben, hogy mind a kettő igaz. És mind a kettőnek megvan a magyarázata. Mert azt ne felejtsük el, hogy az egyik esetben egy nullát szexelő párról beszélünk, Persze. ahol tehát azért szerettékezünk. Jó, tehát hogy ilyen szempontból az erőltetésből azért lett egy, egy kis pozitív Igen. hatás, míg a másik esetben pedig egy, egy rendszeresen és örömből szeretkező, akinek hogyha munkává varázsolták ilyen értelemben, vagy alakították, akkor attól elment a kedvük, tehát a kötelező szextől. De most akkor rögtön persze erre minden férfi a homlokára üt, hogy egyszerű, akkor csak erőltetni kell, ha nincs otthon szex, azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez egy veszélyes módszer. Mert ettől tehát a kis bajból is nagyot lehet csinálni, tehát olyan szempontból, hogy a nőben kialakulhat egy olyan erős averzió, egy olyan erős ellenállás, fájdalomzavarok, vaginizmus, most, most igen, nem szeretném igen, a igen, teljes szexuálpszichológiát letolni, de hogy nagyobb bajt lehet csinálni. Örülünk ennek a kísérleti eredménynek, hogy volt, hogy sikerült, de azt nem tudjuk, és nem néztük, hogy hány lehet mondjuk a kísérlet végére. Tehát ezt én nem ajánlanám, illetve azt szoktam mondani, hogy igen, erőltetni, idézője, de a nőnek. Saját magának ráhangolódnia. Tehát ilyen például, hogy akkor fejben. Tehát ezt így elő szoktam úgy mondírni, hogy találd meg a saját szexuális fantáziádat. fantáziádat így, így van, hogy akkor, akkor napközben, gondolj többször a, a, szexre, gondolj bele, hogy mi az, ami téged izgatott, mi az, ami, ami számodra vonzó, tehát ezeket, mert hogy akkor már velebe pozitívabb vagy a párod iránt. Tehát egy kicsit feltámasztani a saját szexuális étvágyunkat ilyen értelemben, erre szoktam azt a hasonlatot hozni, mert a szex és az evés nagyon sok szempontból Hasonlít. nagyon hasonló. Igen. Így van, hogy azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy ilyen félhomályos szobába kísérleti személyeket bevittek, tehát ilyen gyengé megvilágított helyre, Éhes és nem éhes kísérleti személyeket, és az éhes kísérleti személyek nagyobb valószínűséggel látták ott a sarokban lévő piros biliárdgolyót paradicsomnak, mint a nem éhesek. Erre szoktam ezt összefoglalni, hogy akkor nagyon egyszerű, azért kell napközben az étvágyunkat felcsigázni, hogy amikor hazaérsz, vagy amikor a párod hazaér, akkor nagyobb valószínűséggel néz paradicsomnak, mint biliárdgolyónak. Tehát, hogy akkor már jobban. Akkor ugyanígy. Tehát, hogy nagyon fontos, most itt még a nő részéről, hogy, hogy amikor elkezdünk szeretkezni, akkor ugorjál fejest a szexbe, tehát akkor igenis, mert használni a fantáziádat, mert hogyha nyilván közben azon gondolkodsz, hogy... Ő, mit kell vegyek a közéletbe? Pontosan, <laughs> pontosan, Úgyhogy akár azon vagy, hogy a gyerek tíz óraiát, vagy mit felejtettem el aznap, itt most szex közben meg tudod oldani? Nem. Nem. Akkor engedd el a gondolatot, és most viszont tehát, hogyha ha vásárolsz, akkor gondolkodj, hogy mit kell venned, de ha meg szeretkezel, akkor pedig igen, és hozd elő ezt a legforróbb fantáziádat, fantáziádat és viselkedésedet. Tehát, hogy ez nyilván pedig, a másik az természetesen a férfi oldaláról, hogy ne felejtsük el, tehát, hogy igenis, ahogy mondtam, van biológiai különbség, tehát olyan téren is, hogy a a nőnél, ugye bizony, tehát nem véletlen, és akkor vissza is kanyarodhatunk azt hiszem a megcsalásra és az érzelmek szerepére, hogy bizony fontos az, hogy eleve lassabban alakul ki ugye a szexuális izgalom, stb. stb. Most nem akarom itt az egész ívet végigvinni, tehát hogy sokkal több ráhangolódásra van szükség. Míg a férfinek pontosan, tehát elég a látvány, ez a reflexerekciónak hívjuk, így van, lát, áll, ahogy szoktam volt mondani, tehát ezért fontos, ezért hákli csak arra, hogy mondjuk otthon is csinosan öltözünk, mert különben nincs meg az inger. Úgyhogy úgy, nyilván, tehát ezért, ezért fontos a férfi részéről, hogy ne azt várja, hogy mondjuk tényleg miközben még a vasalás és a kipakolás és a, és a vacsora készítés gyereki közben, akkor na most, és akkor, akkor rögtön ráhangolódjunk. Szóval, hogy ezt is azért el kell fogadni, és igenis szükség van, tehát valami valamennyi egymásra hangolódásra. Egyébként a tantra ezt nagyon szuperül össze tudja hozni, tehát ennek megvan előtte egy ilyen kis rítusa. Nem véletlen, hogy aztán az együttlétnél akár a szívdobogásuk, a légzésük is teljesen, teljesen összekapcsolódik. Így van, igen, így, van igen. így van. És ennek nagyon, tehát vannak olyan, olyan fontos részei. Tehát most olvastam pont egy ilyen ilyen agy, tehát ilyen pszichiáter, neuropsziiáternek a könyvét, és abban volt, hogy hát igen, az agyunk a legnagyobb nemi szerv, és a méret számít. Tehát magyarán, hogy igen, igenis ott kell elős elsősorban ráhangolni, tehát a, a gondolatainkat, és az érzékszerveket úgy összekapcsolni, tehát ezért például ilyen egyszerű trükkök. Tehát ahogy, ahogy most mi egymás szemében nézünk, tehát igenis fontos, hogy a párnál legyenek olyan igazán hosszú, olyan olyan mély és meleg egymás szemébe pillantások, tehát ne csak az a futólag tekintünk Igen. rá a másikra, ugyanúgy van egy ilyen, azt hiszem, tíz másodperces ö, csók vagy puszi szabály, tehát az, amikor üdvözlöm a másikat, vagy elválok, tehát egy olyan finom, rugalmas, tehát hogy összenyomom, amivel egy egy Igen. többet fejezek ki, mint ez az odadobtam egy puszit, Igen. az egy Igen. rányomtam ennyi. egy puszit Igen. és ennyi. Igen. Tehát hogy ezek ilyen apró ilyen kis gesztusok ugyanúgy, úgy például. Tehát azért mondom, hogy a szex a sokkal több, mint pusztán a szex. Odaig el kell kedvenc... jutni. Igen, igen, igen. kedvenc mondásom, ugye a világon minden a szexről szól, kivéve a, a szex, mert az minden az másról. Rosszul, Tehát ugyanúgy például érdekes, ugyanúgy ez az érzelmi ráhangolódás, hogy nagyon sokszor problémáink vannak a családdal. Ugye családtagokkal, anyós és egyebek, hogy hogy ugyanakkor, hogyha valaki gondoskodik a másiknak a rokonairól, szeretteiről, hogy az egy olyan melegséget plusztat hozzá, hogy olyan szinte olyan azonosulás, mint hogyha velem tetted volna, és ez, is, ez a meleg érzelmek is közelebb hoznak. Tehát, hogy helyenként mennyi minden tud ebben, ebben szerepet játszani. Picit beszéljünk az online térről, és nem csak azért, mert most azért nagyon sokan vannak otthon, nagyon sokan dolgoznak home office-ban, hanem azért ez a jelen, ez a jövő, akárhogy is nézzük, szinte mindenkivel már online tartjuk a kapcsolatot. Ez mennyire jelent veszélyt szerinted a párkapcsolatok szempontjából? Hát igen, mint ahogy említettem, ahol nagyobb a kísértés, ott nagyobb az elcsábulás. Úgyhogy sajnos most nagyon sok ilyen, akár ilyen eset tanulmányokat láttam, meg hát látom akár a rendelésen is, hogy mennyire el tudja távolítani a feleket. Hogy amikor tényleg olyan vallomásokat olvasok, vagy hallok, hogy eszébe nem jutott volna tehát félrelépni, és, és ugyanakkor pedig hirtelen csak egy játéknak tűnt, és azon vette észre magát a férfi, hogy teljesen belegabajodott. Uh -huh. Azt, hogy hogy igazából ez az unaloműzésként természetes, nem is veszük komolyan. És ugye ilyenkor a kérdés erre van aztán az a fogalom, hogy tényleg, tehát akár hogy vagy az online hűtlenség valódi hűtlenség, és tényleg a férfiaknak ma már ez a, hogy hívják ez a fotelből skálpadászat. Uh -huh. És, és, hát ugye én mind a két oldalt hallom, amikor például mondja, hogy hát figyelj, elmegy hazul az asszony, kinyitom a laptopot, és akkor már tulajdonképpen az illető hölgyen már minden volt, csak még a testi érintkezés, nem ismerjük egymás szexuális fantáziáját, és minden egyebeket. Eljutunk odáig, hogy nálad vagy nálam, Pesgő vagy Martini, és akkor a férfi tilt töröl, ennyi volt, tulajdonképpen ennyire vágyott. Tehát most persze mondhatok nőt is, de hazudnék, hogy ha nem gyakoribb ez a férfiaknál, ugye még fontosabb ez a fajta hódítás. Annyi féle függőségünk van napjainkban, sajnos. Ugyanígy, ugye, tehát a társkereső függőség, ami folyamatosan ugye az önértékelésről ad egyfajta fajta Visszaigazolás. visszaigazolást. visszacsatolást, hogy tényleg nagyon nehéz, és egyébként pedig, hogy akár a mikromegcsalás, tehát akár az elkövető részéről nevezzük. Így ezek egyszerű, mit tudom én, lájkok, hozzászólások, kis pikáns üzenetek, vagy az, hogy mondjuk eltakarom azt, hogy kapcsolatban vagyok, meg egyebek, uh -huh. tehát ilyen kis pici-kis apró kumantások, amikből azért mégis azt adja, hogy nem a partneremen jár az eszem, Igen. hanem valaki máson. Tehát valakit vonzóbbnak tartok, Mint jobban őt. kívánom, Igen. és ezért talán nincs is annyira kedvem a partneremmel lenni. Tehát ennyiből, és az, hogy mit jelent ez a partnernek, tehát egyébként érdekes volt, meg is kérdeztem direkt így a hallgatóimat, ugye hát ott aztán tényleg uh -huh. több száz férfivel van dolgom, legalábbis Olyan ilyen szempontból. szempontból, igen, igen, igen. És, és hogy ugye, hogy hogyan tud ez mondjuk ártani, tehát pláne még régebben, amikor amikor még lehetett is látni, tehát így kiadta, igen, akár tömbösítve, igen. hogy a párom mondjuk belájkolt 13 cicit, mert ugye vannak ilyen erre igen, specializálódott oldalak, és akkor hadd mondjak egy esetet, mondjuk a egy páros, két sportoló, és hát ugye a sportban azért ritkán kényelmesek a nagy cicik, meg ritkán is nőnek ugye akkor, és azt látta a lány, hogy egyébként nagyon szép csinos lány, hogy a partner az összes ilyen cickót belájkolt, és egyre inkább ugye az önértékelésének a rovására ment. Azt mondta, hogy nekem nem mond, hogy engem Kívánatosnak tartasz, hát látom jól azt, hogy milyen az, aki igazából. Hogy milyen vonz, és egyre inkább nem tudta úgy elengedni magát a szexben, nem tudta úgy megélni magát nőként, nem tudta úgy élvezni, és bizony szét is mentek. Tehát, hogy hogyan tud igazából egy ilyen effektussal, így van pontosan, tehát bármi így beindulni. Úgyhogy, hogyha az online tér is tud ilyen szempontból bőséggel veszélyeket okozni. Működik-e igazán a megbocsátás, hogyha esetleg megtörtént már a baj, és mondjuk a két fél tényleg úgy dönt, és most akkor ez legyen a legoptimálisabb végkifejlet, hogy tényleg javítani szeretne ezen a kapcsolaton, Igen. és mondjuk vissza szeretnének térni egymáshoz. Szokott-e működni az, hogy valóban tiszta lappal tudjanak indulni? Igen, most itt hadd tegyek hozzá még egy paradoxot. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy hát a hazugság, hogy hazudott nekem. Most egy pillanatra csak fordítsuk meg hogy ha már arra se veszi a fáradtságot, hogy hazudjon, hanem azt mondja, tehát ameddig hazudik, addig még legalább ér fontos neki a kapcsolat. Amikor már csak oda ö, löki, hogy most ezzel nem, vagy ezzel elbent, igen, igen, megyek, csinál? figyelj, te nem vagy hajlandó, vagy mit tudom én, nem tudsz lefogyni, vagy bármi, tehát, hogy ebből aztán minden verziót hallottam már, hogy ne akarját engem számon kérni, tehát ott már azért érződik, hogy, hogy teljes már, igen, így. teljes mértékig, tehát, és azt én azt szoktam mondani, hogy, hogy valójában, tehát nézzük meg, biztos, hogy ott volt egy rés a kapcsolaton, ahova beférkőzött egy harmadik. Tehát itt ismételten hadd idézzek egy ilyen mondatot, hogy valójában a világ legjobb házasságát is tönkre tudja tenni egy megcsalás, de a világ legrosszabb kapcsolatát is meg tudja javítani. Uh -huh. Tehát azért, mert valamire felhívja a figyelmet. Azért, mert, és egyébként nekem nagyon sok ilyen esetem volt, amikor, amikor tényleg a szexuális életük. Nulla volt, romokban volt, és egy... Egy megcsalás indította el azt, a, indította előket őket annak útján, hogy azért ez így nem normális. És utána pontosan, na most elnézést kérek a hölgyektől, mind a két esetben a nőnek nem volt kedve az együttlétre. Tudom jól, hogy ma már inkább a férfiaknak nincs sok esetben, ugye elsősorban felnőtt filmek és egyéb okok miatt, de hogy, hogy utána mind a két nő azt mondta, hogy úristen, nem is tudom elképzelni, hogy én, én hogy tudtam így élni, és hogy, hogy jobb lett a szexuális életük, mint a mert végre tényleg odafigyeltek rá, és nem mint egy ilyen napi a mosogatás után, mm -hmm. tehát nem ilyen így tekintettek rá. Tehát igazából a megcsalás az nem mondanám azt, hogy így önmagában értékelendő, hanem azt, hogy a kapcsolat éppen hol tart. Tehát nagyon sokszor az a kérdés, hogy mit éltünk meg együtt, mit tettünk le együtt az asztalra, mi az értéke a kapcsolatunknak. Tehát amikor már nagyon sok minden összeköt minket, és most itt nem csak az anyagiak, de tény az, hogy abból is, tehát ilyennel is tele a padlás, amikor felépítettek egy vállalkozásbirodalmat, és nem akarják ketté fűrészelni, vagy akár az asszony nevén van. Tehát, hogy ilyen dolgok is össze tudnak tartani egy párt, de azért általában ebből nem lesz olyan fellángolás és szerelem. Tehát nem ezekről beszélek, hanem amikor önként döntenek úgy a felek, hogy akkor, akkor igenis ezt most megjavítjuk, mert fontos vagyok, mert megijedtem, mert szeretlek akkor mondom, nyilván, tehát a szakember az, az egy, egy, ügyes szakember azért ennek jó karmestere tud lenni, és nagyon fontos, én azt szoktam mondani, hogy úgy mond a sértett fél, tehát van kb. három ilyen szabály, az, hogy a sértett félnek joga van ahhoz, tehát, hogy a fájdalmát kifejezze. Tehát ennek van körülbelül egy ilyen, ilyen gyászperiódusa, amikor igenis a másik félnek el kell fogadnia és viselni, hogy, hogy a fájdalmat és hogy hogy, hogy hogy őt azért ezt trauma érte. Persze. És ennek viszont nem szabad túl tartania. Tehát ez egy olyan két-hét-három hét körülbelül mm -hmm. ennyi a szabatossági ideje, utána viszont már ugye a kapcsolat is megromlik, tehát hogy ez fontos. Fontos az, hogy ilyenkor ugye mindent tudni akarunk a harmadikról. Most most részleteket. Igen. Na most ezt nem szabad. Azért nem szabad, mert azzal nagyjából el is lehetetlenítem azt, hogy folytatni tudjam Már a kapcsolatot, bucsánat. mert annyira megjelenik, ugye akarom tudni, hogy nagyobb-e a melle, milyen, milyen posztban volt voltatok, milyen hányszor, satöbbi, hol? hol találkoztatok, hogy néz ki a mindene, és innentől kezdve ezen a gyalog, bedolgozom, beépítem, Bele, beleszorulok ebbe az így van, és az, hogy egy annyira eleven kép épül föl róla, hogy tökéletesen megjelenik, tökéletesen kirajzolódik, és ezáltal beül a hálószobánk, és a ezt minden a benne, van a gondolatomban. Ezt a dolgot. Igen, és az, hogy az emlékezetet, ez, ezért mondtam, hogy az agyunk mennyire fontos, Igen. hogy az emlékezetembe ez úgy beég, mert folyamatosan ezen pörgök, és egyre kristálytisztább, hogy bizony már nem tudok a másikra úgy nézni, tehát ez a nagyon fontos, és utána pedig, hogyha elérkeztünk, tehát általában én szoktam ezt egy kicsit így konfirmálni, a felek között, hogy szeretnéd folytatni? Igen. Szeretnéd folytatni? Igen. Jó. Akkor most úgy, mint az amerikai filmekben a, a házasságkötésnél, hogy van-e valakinek ellenvetése, van-e, ha nincs, akkor felejtse el örökre. Tehát igazából, hogy akkor lehet újra kezdeni, ha a nőnek vagy a férfinek, tök mindegy, mert mind a két kétféle van dolgom, tehát volt egy ideje, volt egy fajta, amikor igenis ez az ő időszaka, és, és a másik félnek mindent tűrnie kell, és, és joga van hozzá, de utána viszont, utána viszont teljes mértékig, tehát többet nem ér. Tehát megtörtént, lezártam, becsuktam azt az ajtót, és egy újat nyitottunk ki. És erre van ugye szintén ilyen mondat, hogy ezt elsősorban a sportpszichológiában szoktuk használni, hogy hibáinkat csak akkor érdemes elkövetnünk, hogyha tanulni tudunk belőle. Tehát azt nézzük meg, hogy most hogyan tudunk egy sokkal jobb kapcsolatot építeni. Hát köszönöm szépen, azt hiszem ez végszónak is kiváló, és talán abban azért megegyezhetünk, hogyha mindkét fél mindent megtesz abban a párkapcsolatban, és tényleg őszintességre alapszik egy jó kommunikációra, akkor azért nagyon kevés esély van arra, hogy ott félresiklanak a dolgok, és esetleg megcsalás történik. Nyilván lehet az a pár százalék, Akár férfiaknál, akinek nem elég egy nő. És egyszerűen kell az önértékelésének, önbizalmának, akár valami gyerekkorból hozott trauma miatt, hogy ő neki minél több skalpja legyen, de ez azért egy kevés százalék, azt gondolom, és azért nagy százalékban én szeretnék hinni abban, hogy működik egy, egy pár kapcsolatban, a házasságban a monogámia, csak nap mint nap tennünk kell érte. Így van, pontosan oda kell figyelni, és akkor, akkor azt még hadd tegyem hozzá, ha már így egy jövő kitekintés, ez nagyon érdekes, a robotikában volt egy ilyen, ugye, hogy a, ami az embereknek a helyettesítése, hogy valójában a szexet már sokkal magasabb szinten tudják tudják számunkra adni. Tehát gondoljunk akár itt a felnőtt filmek és mindenféle ilyen szexjátékok, már ugye a VR pornó és a mindenféle ilyen kütyüknek a birodalma, tehát férfiaknak is már olyan maszturbátorok vannak, csavar, facsar, szütyök, cuppok, minden csinál, ugye, hát a womanizer légkeverését már nem is említeném. Tehát nyilván, hogy ilyen extrákat tud, amit, amit ember, egy csapatnő nem tudna mondjuk a férfi számára, vagy fordítva produkt és akkor, akkor itt volt a kérdés az egyik ilyen legismertebb robotikusnak, hogy, hogy tényleg helyettesíthető, mert hogy azt szoktuk mondani, hogy de az érzelmek. És azt mondta, hogy nincsen semmilyen az emberi érzelemben, ami ne lenne beprogramozható a robotokba, két dologra van szükség, tehát a a feltétel nélküli szeretet, tehát a szeretet és a figyelem. És ha belegondolunk, pont ez szokott megjelenni a két oldalt a kapcsolatban, tehát a nő részéről tehát valahol egyébként még azt hozzátette hasonlatként, hogy nézzük meg, olyanok lesznek majd ezek a robotok, mint a kis állataink, amikor ugye mondjuk a kutya, amikor, amikor hazamegyek, mindig boldog, mindig örül nekem, pedig lehet, hogy neki is nehéz napja Igen. volt. És a figyelemnél nézzük meg, annyiszor találkozom azóta ezzel pároknál, tehát ilyen szempontból kinyitotta a szemem, hogy hogy ugye a nő mit szokott mondani, hogy már megint nem, figyelsz, nem, nem, rám hogy, nem, mond, nem. hogy figyelsz közben újságot olvasol, és Igen. közben tévézel, és közben a stb. stb. Nem, nem igaz, hogy megint nem figyelsz, megint elfelejtetted a házassági évfordulónkat, nem figyelsz arra, hogy mondtam, hogy utálom az ölt szint, úgyhogy miért pont? De a nőnél a figyelem. A férfinél meg hányszor hallom azt, hogy én csak húzom az igát, és én minden, csak dolgozom, és stb. és tolom nektek haza a pénzt, és még egy kis szeretetet se kapok. Tegyük hozzá csendesen a férfi szeretet nyelve azért főként a szex. Tehát valójában hogyha ezt most így, jó, persze ez egy nagyon fekete-fehér dolog, de ezt így leképezzük, pontosan ez az a két dolog, amivel így találkozunk a hétköznapokban. Tehát valójában most itt a testiség mellett, illetve hát ugye ez azért eléggé szorosan összefügg, mi az a két dolog, amire nagyon szükségünk van a kapcsolatokban, tehát a figyelem és a szeretet kimutatása. Tehát ez az, ami, ami azon kívül most a szexuális pszichológia és az, hogy ápoltak legyünk. Tehát a, a, nőnél ugye elsősorban a, a külső, de hát valljuk be, a férfiaknál meg az ápoltság. Tehát az, hogy ugye a nőknek, mint egy kiskutya, olyan kifinomult nóziuk van, és amikor azt várja a partner, hogy mit tudom én, a hétvége van, hurra, egész nap nem szexelünk, igen, mert egész nap nem zuhanyoztál, és még fogad sem mostál. Szóval, hogy nyilván itt oda kell figyelni, és nagyon fontos elfogadni azokat a a nemi különbségeket, amikkel bizony rendelkezünk. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, Krisztó, hogy velünk Köszönöm. voltál, szerintem rengeteg hasznos tanácsot hát. kaptunk ma is, és tartsatok velünk a legközelebbi videóban is. Köszönjük szépen, sziasztok!